mikor így eltörik, eltöredezik, akkor tulajdonképpen nem tud tovább nőni. Tehát hiába van lenövésünk, a végén elporlad a haj. Olyan, mintha megrágták volna a kisegerek. És igazából jobban is kócolódik, mert hogy ketté állnak a hajvégek. Ez az egyik rendszeresen visszatérő probléma a hajjal, de ilyenkor tavasszal különösen érdemes odafigyelni, hisz lekerül a sapka, gyakrabban kapaszkodik a szél a frizuránkba, és még a napsütés is szárítja. Megcsavargatom, így. És a kiálló kis rossz részeket, azokat így éppen, hogy így érintőlegesen levágom, illetve ajánlok neki valamilyen finish terméket, mint hajvégápolóolaj, jobb pakolás, házi praktikákból, olívaolajas, tojáspakolás, ilyesmi. Orsolya már 15 éve követi a frizura trendeket, itt az újpesti sminksuli mellett 6 éve dolgozik. Híres mesterfodrászok között kezdte, de nagyon jól tudja, hogy a szépségért vívott harc, vagyis a festés és a formázás gyötrik meg a hajszálakat leginkább. Ám szerinte a téli hónapok után mégsem ez a legfontosabb, amire oda kell figyelni. A sapka az nem túl jó, illetve hát védi a hajunkat, de zsírosít. Tehát amikor leveszük a sapkát, akkor biztos, hogy zsírosabb lesz a hajunk. És hát valami frissítő sampont, vagy most már lehet kapni olyan termékeket, amik ilyen fejbőrradír, olyan, mint a bőrradír, és leszedi a feles hámrétegeket a fejbőrről. Néha pedig igen jót tesz, ha szakavatott kézre bízzuk, a fodrászok ugyanis hajmosás közben egy egyszerű masszázzsal is alaposan felfrissíthetik a fejbőrt. Nyilván a hajvágás, illetve a megfelelő festés jó anyaggal, az sokkal inkább számít a hajnak. Nyilván ez pénztárcafüggő is, de jó. És ha már kellően üdék vagyunk, akkor nézzük, milyen hajkoronával lehetünk trendig idén tavasszal. Szerintem abszolút a rövid, az a divat most. És a nagyon szőke, szép barna, még a vörös is. Tehát a vörösnek ezek a narancsos árnyalatai, azok így abszolút. De a rövid, a teljesen rövid hajak, azok most a trend. Leginkább pedig az aszimmetrikus. Az egyik oldala rövidebb esetleg, mint a másik, de ez ugyanúgy a rövid hajnál is megmaradt. Illetve a hullámok, amik ilyen szép hullámok, mindenféle hullámosító technikák vannak. Vannak sütővasak, illetve vannak csavarok. És igazából mindegyikkel otthon is el lehet boldogulni egy kis kézügyességgel. Most a vasalt haj abszolút nem annyira divat. Tehát az ilyen nagyon vasalt haj. Nyilván akinek egyenes, annak egyenes, de az ilyen rettenetesen kivasalt, nagyon szök haj, az most már annyira nem divat. De nem csak a fazonváltással újulhatunk meg, azok is lehetnek divatosak, akik nem akarnak megválni a hosszú hajtól. Régen volt nagy divat, a fésűs melír. Ma már nem, de tök jól lehet vele világosítani, úgyhogy nem szökítjük az egész hajadat. Illetve, hogy nem fóliával tesszük bele a melírt, hogy olyan sávos legyen, illetve olyan meghatározott csíkjaid legyenek, hanem csak ilyen, mintha napszívta volna. A kifejezett melírt azt már nem javasoljuk, tehát ami az eredeti hajban való foliás melír, az még szép szerintem, de az ilyen nagyon sávos szőkítéseket már nem. Tehát valamilyen szépen felvilágosítani valamilyen természetes színárnyalattal, és hát egy picit megtépni olyasmire, hogy picit élettel telibb legyen. Tehát idén tavasszal nem csak a fazon, a szín is igen fontos. A szőkében a nagyon szőke, tehát amilyen kifejezetten világító szőke. A vörösekben a narancsos árnyalatok, a barnákban meg szinte igazából minden, de az is inkább a hideg árnyalatok. Divat ide, vagy divat oda. Orsolya szerint mégis az a legfontosabb, hogy egészséges, ápolt legyen a hajunk. Na és persze az, hogy büszkén hordjuk.